Mozgalmasan telt a 62. írótábor második napja. Késő délután az Ozorai Árpád utcában megrendezett szemtől szembe író-olvasó találkozón fiatal szerzők, Antalovics Péter, Benedek Miklós, Tékis Tamás és Lennert Muger Tíma mutatkozott be az olvasóknak. A nap zárásaként a Művész Kávézóban beszélgetésre került sor Oravec Imrével, az írótábor díszvendégével. A Kossuth díjas magyar költő művei hamarabb kerültek nyomtatásba Vajdaságban, mint Magyarországon. Nekem a Vajdaság, vagy a Bácska Kosztolányt jelenti meg Csát Gézát, de másokról is tudok, meg olvastam. Hát ahol én megjelentem több versen legelőször, Borimle tanulmányával, az a Híd volt, és a Híd számunkra egy forrás volt, meg az új színpont is abban az időben. Sőt, ez az ország számomra egy Eldorado volt, itt voltam először külföldön. Pénteken három kiadóház is bemutatta legújabb köteteit. A 62. Kanizsai írótábor szombat délelőtt irodalmi beszélgetéssel zárult.